Ugye azt mondják, hogy szép új digitális világ. Itt van ez az adó. És hát lehet, hogy okosabb, mint én. Sok mindent tud. De a programozásával megbirkózni, hát nekem elég komoly dolog. Ez a kis összeállított berendezés itt, ez az új repülőgépem vevő meg motor berendezése, segédmotoros vitorlázógép, annak a demonstrációs része. A lényeg, hogy meg kellett oldani, hogy a motor véletlenszerűen ne lehessen elindítani. Mert egyébként, mikor a légcsavar rajta van, akkor az simán ledarálja az embernek a ujját adott esetben. De ez egy kapcsolóval meg lehet oldani, amikor, na ez sípol mindenért ez a szerkezet, amikor nem kell, hogy elinduljon, hát ezt meg kell akadályozni, mert különben elvágja az ember ujját. Ez szépen le van írva oktató videón, egyebeken, amivel én azért elég sokat küzdöttem, mire abból bármi is lett. De eljutottunk arra a pontra, hogy tulajdonképpen ugye működik a berendezés, a oldalkormányok, meg mindenféle kormány működik, és ugye a lényeg, amiről szól a történet, az a gáz. És ez a repülőgép motor, ez viszi föl, segédmotor gyanánt. De ugye ez, ha eltolom a kart, akkor ez működik. Na, hogy ennek a véletlenszerű meglökése ne okozzon balesetet, erre föl ki van találva ez a kapcsoló. Mondhatnám, egy vészleállító, vagy biztonsági kapcsoló. Ettől még egyébként az összes többi berendezés működik, az le van kapcsolva. Na most ezt a kapcsolót összehozni a gázkarral, hát nekem nem volt egyszerű. Én szenvedtem vele elég rendesen. Hát nagy nehezen sikerült megoldani, tehát most azt tudja, hogy ha meglököm a kart véletlenül, nem történik semmi. Ahhoz, hogy motor tudjak indítani, be kell kapcsolni, gázt adunk neki, és megyünk. A motort úgy is le lehet állítani, hogyha ezt lekapcsolom. Ezt a kapcsolót azért véletlenül ritkán nyomja meg az ember, tehát ez fönt a levegőben nem történik meg. Viszont szabályozható a dolog. Hát ezt a dolgot megoldottam. Ugye működnek a kormányok. Ha lekapcsolom a motort, a kormányok tovább működnek, tehát a repülő ez nem fog leesni. Ez ki van találva, le volt írva a videóba, amit úgy kellett megoldanom, hogy kockáról kockára, fordító program, mindenféle nyavaja, keményen küzdöttem vele. A mostani óvodásoknak ez már gyerekjáték. De hát ez a világ nem az én világom. De hát ilyen. Ezt tudja. Ez a lényeg. Ez mind biztonsági funkció, és akkor tök mindegy, hogy hol van a gáz, nem indul a motor. Ennyi volt.